tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakozd az öveget, és tűnj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Média bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Klaudiával, aki földrajztanár, Miklóssal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Parallax és 67. része a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Aktuális filmünkben egy felderítő csapat egy féregjukon keresztül kényszerül utazni az űrben, hogy megpróbálja biztosítani az emberiség túlélését. Jöjjön a film, amit már régóta ki kellett volna beszélnünk itt a Parallaxisban, az Interstellar Csillagok között című mozi Ivan is Rígál Klaudiával, a Bakonyi Csillagászati Egyesület alapító tagjával. Szia, Klaudia! Sziasztok! És Vince Miklóssal, az MTA LT elméleti fizikai kutatócsoport tudományos főmunkatársával. Szia, Miklós! Sziasztok! Be kell vallanom, én nem igazán szerettem ezt a filmet, kicsit úgy vagyok vele, mint a Tenettel. Ugyan nagyon izgalmas dolgokat láthattunk a vásznon, de az alapsztoria sokszor túl elvont képi megvalósítás és a szokatlan történetvezetés nem az én zsánerem. De persze ezzel nem Christopher Nolan érdemeit vitatom, aki Kip Thorne nobel díjas fizikus közeleműködésével ugye egy fantasztikusan látványos, és ami fontosabb, a tudomány jelen állása szerint pontos filmet készített, de kezdjük is az elején azért, miről is szól ez a film? Hát, hogyha egy mondatban össze lehetne foglalni, akkor tudjátok, van a filmnek ez az ikonikus Szerintem amúgy inkább a, a nézőket megfogó ilyen majdnem, hogy PR mondata, ugye, hogy a az időn és téren átívelő egyetlen erő az a szeretet. És akkor ezzel egy mondatban össze lehetne foglalni a filmet, nem tudományos alapon. A tudományos összefoglalást azt meg átadom Miklósnak. Pont úgy hangzik, mint a, izé, tudjátok, mindenek volt majdnem ugyanez a kulcsmondat, a, 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 szerintem amúgy gicsesre túltolt Hawking filmnek. Abban is ugyanez volt, nem? Hogy a világ rejtélyes egyenleteiben az egyetlen, izé, nem tudom mi, a szeretet. Látszik, ezzel lehet eladni. Hát én sőt, ezért mondom. Sőt, 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 a izében is ez volt. A, hogy hívják? A, ugyanezt mondta a Russell Crowe a John nash filmben, csodálatos elmében, amikor a végén kiállították a, a Nobel-díjátadó ünnepségre, a, a elhallgatódik el, el ott, hogy egyébként például a Harsányival megosztva kapták a nobel meg egy japán is kapott, akinek most nekem se jut eszembe a neve, bocsánat, én kérek elnézést, de ott is elhangzik egy ugyanilyen mondat. Tehát valahogy ez egy, ez egy ilyen kaptafaduma, nem? Valószínű. De most nem kerülhetjük meg azért ennyivel a dolgot, miről szól ez a film. A, 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 mult, a multiverzum brányait megrengető szereteten túl, ami azonban mégiscsak átsugárzik, és végül mindent legyőz, tért időt, és átível a szingularitáson, kijut az eseményhorizonton túl is, ahonnan semmi nem juthatna ki, de mégis egy olyan tesszarakt keretén belül egy olyan szeretett komplexum épül itt ki, ami tulajdonképpen rezgésbe hozza az egész világegyetemet. Aki nem látta ezt a filmet, annak ezen a ponton most nagyon rossz. De, Aki de látta a filmet, annak is. Annak is, egyébként, annak is, igen. Valószínűleg erről van szó, mint ahogy, igen, tehát attól jó egy film, ha ez egy jó film, de most mondhatod, hogy szerintem nem, nem, nem tartozik a kedvenc színéjét közé, biztos, hogy, hogy ki van dolgozva, hogy van ennek egy ilyen rétege. Mint hogy ugye jó filmeknél van egy ilyen réteg, ahol mindenféle egy emberi jelenfejlődéses vonal. Hát, akkor az viszont csak ez lehet, tehát vissza, visszaküldöm az információt, a, soha, hogy soha nem, soha nem feledkezem meg a gyermekemről, mit tudom én, nem tudom. De hát neki nem nehéz nem megfeledkezni, hiszen ő nagyon rövid ideig van távol, miközben a Földön sok-sok évtized telik el. Matthew McCannehy kora nem változik, de a kislányból nyugdíjas öregasszony lesz, mire újra találkoznak. Igen. Igen, akad idő időparadoxon ebben a filmben, igen. A sztori felütése, hogy az új bolygó utáni kutatás szükségességét, a bolygónkon uralkodó időjárás, az állandó porviharok, és az ebből adódó élelmiszer hiány és éhínség teszi szükségessé. Na ez az, álljunk már meg itt ezen a ponton, hogy annyira, annyira rossz az a hely. Most komolyan. Tehát, hogy, hogy megnézzük, hogy Izé, oké, porviharok dúlnak, meg Izé, nem terem a kukorica, meg De Most, amit a film bemutat, az a Föld, az annyira rossz. Nem tűnik annak. Hát igen, tehát, hogy, hogy, hogy nekem itt úton úgy félem még amikor a Mars-terraformálásáról beszélgettünk, ugye itt a. a... Mátyás Benzével. Így van, Mátyás Benzével. Meg, meg, meg ugye rengetegszer előkerül ez az alapkoncepció, hogy annyira szétzúzzuk ezt a bolygót, hogy nincs más lehetőség. De, 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 még messziről is, tehát még, még, ha bekötött szemmel nézzük ezt a filmet, akkor is hát a legjobb bolygó, amit lehet ebben az egész sztoriban látni az összes közül, az azért messze a föld, még a porviharokkal, meg mindennel együtt, nem? Szerintem itt inkább az a, az a helyzet, hogy ö, nyilván Christopher Nolan itt fel akart vetni egy, egy alaphelyzetet, egy nagyjából egy ö, éhínségre, éghajlatváltozásra, Felépülő alaphelyzetet, de ezt igazából bővebben nem fejtette ki. Biztosan az volt a fejében, hogy ne úgy csinálja, mint Roland Demero. <laughs> 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 ő nem tudja úgy csinálni, Azért, ezért azért két ég és föld a két csávó. Oké, okay, elfogadom, amit mondasz, Claudia. Nem kell túl gondolni, ez az alapszitu, ennyi, engedjük el, hogy nincs valódi motiváció, pontosabban nincs alaposabban kifejtve ez a történet. Szál. Ez tipikusan, ez tipikusan Christopher Nolan, tehát ő sokszor így felvet egy alaphelyzetet, és azt úgy ott hagyja. Tehát nem, nem kezdi el aztán azt ott megmagyarázni. Tehát szerintem azért, aki a, a rendezőnek ismeri a munkásságet, annak mondjuk, tehát például nekem, aki nagyon szeretem őt, ez abszolút nem volt meglepő, és nem kezdtem el ott hőbörögni, hogy most ezt már fejtsük ki bővebben. Volt hőbörgés, ja. de majd, hogyha a végén megkérdezett, hogy mi volt szerinted a legtudománytalanabb rész a filmben, remélem lesz ilyen kérdés, akkor majd ott kifejtem, hogy itt mi volt a problémám ezzel a résszel. Jó, oké, ezt én is el tudom fogadni, persze, hogy nem kell túl gondolni, csak ez egy általános jelenség. Tehát most Christopher Nolanen túl, ugye egy nagyon gyakran előkerülő érv, hogy, hogy, hogy ne is az, hogy most féreg jó messzire, hanem hogy még azért akarjuk például terraformálni a marsot, azért akarunk több bolygós faj lenni, mert annyira lakhatatlanná válik tennénk a bolygót, hogy? Hogy, hogy? hogy könnyebb nekünk, mit tudom én, elkö, a nulláról újraalakítani egy, egy bolygót, egy ökoszisztémát, egy akármit, terraformálni, mint, mint mondjuk egy, helyre rakni ezt, kettő, mondjuk akár leköltözni a tenger alá, vagy egy valami búra városba, vagy... vagy tehát, ugye annyi lehetőség van, ami nem annyira szexi, úgymond, mint az, hogy, 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 hogy költözünk el lehetőleg minél messzebb, hogy... De ér ér értem a motivációt, meg persze nyilván van egy adag mozgalmárság, amire Claudia is utalt, hogy, hogy igen, ez is egy N plusz egyedik klímakatasztrófára felhívó film. Mindazonáltal az is lehet, hogy tűpontos ennek az ábrázolása, hiszen ha belegondolunk, azt a klímaváltozást, ami mi most ebben a pillanatban is keresztül megyünk, azt, hogy katasztrofális állapotban van a klímánk, csak nagyobb léptékben, hosszabb távra visszatekintve látjuk. Életünk filmjében, a most játszódó jelenetekben, leszámítva azt, amikor az téli időben a fehér karácsonyok emlékén derengünk, vagy nyáron egy-egy nagyobb hőhullám, csapadék nélküli hetek, vagy hatalmas viharok által kerülünk csak kapcsolatba a klímakatasztrófával, szóval az interstellárban is néhány kilagadott pillanatot látunk, csak nem látjuk az egész képet. Ebben a filmben az emberiség számára ugye alap, vagyis ilyen túl, három túlélési tervet vázolnak föl, ugye ott a, a, az okos emberek, hogy a, a, a nagy ö, világválságban, és éhínség és klímakatasztrófa közepette, Kb. ilyen fél underground üzemmódban működő náza. Muszáj beszúrnom ide, hogy a kedvenc jelentem a filmben, amikor a szereplők azt hiszik, hogy nagy bajban vannak, mert betörtek a területre, kb. azt hiszik, hogy kinyomják a szemüket és ellássák őket, mire kiderül, hogy hát mi vagyunk a náza. Óriási vagy. Például az iskolában a holdraszállásról hangzik el pár dolog, ami hmm. elképesztő. Ja, van benne egy adag ilyen társadalomkritika, és nyilván, nem is kicsi. Ugye egyrészt ugye itt, itt a klíma dolgok, igen, meg, meg egyébként az, hogy tudom holdraszállás, tagadás, kimaxolva, meg az összes összeesküvés elmélet, amikor kb. dogmává növik ki magu, dogmává tudja kinövni magát a hülyeség. Ugye az is ennek a jövőképnek a része. Kicsit eszembe is jutott róla az Idiocracy című film, amiben egyébként ugye megint csak az van, hogy egyébként ott azért ült be a mezőgazdasági katasztrófa, mert időközben el, elfelejtik, hogy vízzel kell öntözni a kukoricát, és nem, én nem tudom, milyen energiai tallal, ugye? És akkor, de emlékeztek arra. Szerintem vala, valahogy zseniális film, és az annak idején ugye még egy science fiction vígjáték volt, csak aztán ugye Donald Trump lett az Egyesült Államok elnöke, és onnantól hirtelen nem is tűnt annyira elrúgaszkodottnak az egész. Na, viszont, viszont azt akartam elmesélni még, hogy, hogy ugye ez a NASA underground, ez a mafiózó jellegű NASA, ugye annak idején a film szerint ugye három forgatókönyvet vázolt fel az emberiség számára. Igen. Ugye az volt az A-terv, ha jól értem, hogy az egész emberiség úgy testületileg költözzön ki. A B, és, és akkor ehhez képest a B-terv volt az, hogy, hogy űrhajósok vigyenek magukkal ö, rengeteg lefagyasztott embriót, hogy akkor valahogy újraindítsák az emberi történetet. Ezek mind, mind kudarcba fulladtak. Aztán ugye látjuk végig is, hogy, hogy lesz egy téridő csavar az egészben, és akkor jól megoldódik az egész. De, de azért, azért lássuk be, hogy, hogy azért az eléggé overkill, hogy a föld annyira le van robbanva, hogy az merül fel tervként, hogy költözzünk ki akár egy másik bolygóra, akár egy Szaturnusz körül keringő, teljesen mesterséges forgó űrállomásra. Tehát, hogy érdekes, hogy olyan alaposan ki van dolgozva egyébként tudományosan ez az egész, de pont ez, po pont ez szerintem annyira életszerűtlen. Persze mondhatjátok, hogy a többi sem életszerű, csak tudományos, ugye a kettő az nem ugyanaz. Tehát elég, elégedjünk meg annyival, hogy relatíve kevés tudománytalanság történik a filmben, mondjuk. Nem kell, hogy még életszerű is legyen. <laughs> a gyakorlatban hogy kell ezt elképzelni? Leszáll egy életre alkalmas bolygón egy űrhajó, aztán kellnek az embriók, vagy mi? Nem, nem, ott űrhajósokkal együtt, a B-terv szerint, ezt most ki, ki lettem okosítva Interstellárból egyébként, tehát ugye a te, ha, ha, ha jól értelmeztem, de igazából ugye többféle tervet ö, csinálnak itt az emberiség számára, és a B-terv az az, hogy az Endurance nevű űrhajót azt emberekkel küldik el szerintem, csak visznek még mellette 5000 fagyasztott embriót. Tehát azért valakik ott laknak, tehát mondjuk, hogy mondjam csak űrhajósokat, visznek magukkal, csak a genetikai változatosság feltartására kellenek a beültetendő embriók, akik majd úgy generációról generációra azért kellenek, hogy a telepes csapat az ne legyen teljesen beltenyésztett, mint a Habsburgok spanyolága. Ugye? <laughs> Inkább beszélgessünk a film tudományos oldaláról, mert a történet annyira unalmas, hogy el tudom képzelni, hogy a kedves hallgatók mennyire unják, ahogy mi erről beszélünk. Na, no, én nekem ez az egyik kedvenc filmem. De figyelj, de a te a 2001 őröd szajára is azt mondanád, hogy unalmas a 2001 űrödőszelje persze, hogy unalmas, de az a 2001 űrödőszelje. Nem csoda, hogy Nolan az Interstellar ikletét Kubrick legendás alkotásából merítette. Igen, és szerintem sikerült is méltó emléket állítania az űrödőszeljának, akárki, akárki. Nyilván, tónak. persze, egyértelmű vizuális utalások. És pont annyira nem értjük, hogy mi a franc van a végén. Eleve Christopher Nolan biztos, hogy nem az átlag nézőnek készítette. Ugye van, van egy olyan, olyan nézői réteg, aki tényleg ez a várja, hogy a szájába repüljön a göröm, tehát hogy tényleg mindent a szájába kell rágni, és még akkor sem biztos, hogy megérti. És annak idején én sose felejtettem el, hogy akkor én még annyira nem voltam benne, tehát nem volt még olyan tudományos mondjuk úgy, hogy képzettségem, ami most nem a végzettségemet, hanem a saját magamnak a, a képzését jelenti. Tehát nálam is ugye a végén ennél a bizonyos könyvespolcos jelenetnél ott megborult az agyam, és akkor a drága férjemet vett el, vettem elő, hogy ezt azért egy kicsit úgy tegyük tisztába, mert ott, ott én se értettem pontosan, hogy most ez itt hogy. Azóta értem. Tehát, tehát igen, Nolan, Nolan ő, ő nagyon réteg filmeket készít és és bizony készüljön elő, aki egy Nolan filmre akar beülni. De miközben rétegfilmet készít, azért csak, csak keres vele fi, most ezzel a filmmel mondjuk 702 millió dolcsit, szóval igen, érdekes. Igen, is, ez is érdekes. Hogy igen. Valahogy beül, beül rá mégis az ember, pedig már minimum az második Nolan film után az ember már sejtheti, hogy hogy igen, ez nem az a sült galambos igen, főleg lesz. Azért... Vannak azért könnyebben fogyasztható Nolan filmek, Nyilván. például az eredet, az a szádbarág mindent, hát azért. mert egyébként is egy olyan téma van a középpontban, mint az álom, az álomban, az álomidő, meg ilyenek, nem kell valódi tudományos alap hozzá. Na jó, de nem a tudományos részek miatt nehezek a Nolan filmek. Igen. Hát a kérdés az, hogy a, hogy a, hogy a, hogy a túróba még uh, mégis ennyit a, ten, a, a Nolan, amikor ugye igen, nem az a szájban rágós típusú. Mint például Spielberg, aki egyébként az eredeti tervek szerint rendezte volna ezt a filmet, ő biztos tök máshogy csinálta volna meg ezt az egészet. Nagyon érdekes amúgy, hogy hogy csinálta volna meg, mert egyébként tud, ismeritek a film ötletének a sztoriát, hogy érdekes, hogy ez is visszavezethető Carl Saganhez, Csodálatos módon, mint minden. Nem lepődünk meg. Nem lepődünk meg, ugye arról volt szó, de ez ugye az általad is lobogtatott, és és ugye a Kovács Józsi által magyarra is lefordított könyvből, amit Kip Kiptorn írt, ami az, hogy a Science of Interstellar, tehát gondolom az inter a csillagok között tudománya, vagy mi a magyar címe neki? Az Interstellar és a Tudomány. Szóval, igen, magyarul is megjelent a Kiptornak az Hát aki a, 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 a időközben nobel díjassal vált fizikusnak a, ez a könyve, aki egyébként ugye producerként is jegyzi ezt a filmet, és rögtön az elején leírja ennek a könyvnek, hogy volt, ugye hát elvált a feleségétől, és e, vagy meghalt a feleség, nem tudom, mert a, a lényeg az, hogy, hogy 1980-ban kezdődik a történet, ugye akkor még élt bőven karl Sagan, aki 96-ban halt meg, egyedül nevelte a tínédzser lányát, amikor a Carl Sagan összehozta őt egy ilyen vakrandira, ugye Los Angelesben, ugye UCLA, ne, bocsánat, a van ő, ami ugye pasadena tehát Los Angeles külvárosában van, és, és persze Hollywood is ott van, ugye, persze, és akkor Carl Sagan is ott volt, természetesen a Kaliforniában, össze is hozta az egyik ismerősével, akit úgy hívtak, hogy Linda Obst, aki Egyébként egy producer volt, egy hollywoodi ember, akit Carl Sagan onnan ismert, hogy a kozmos sorozatának a létrehozásában vett részt, és hát nem jött össze egyébként a, a kapcsolat, tehát nem lett belőle házasság, vagy ilyesmi, viszont lett belőle együtt dolgozás, és, és hát innen alakult ki ez az ötlet, hogy ez a filmes nő és ez a fizikus, elméleti fizikus ember elhatározta, hogy hát kéne írni egy ilyen filmet, amiben ilyen dolgokat, mint például a részben Kip kidolgozott féregjukak és hasonló dolgok, amik, kettő hozzátett a fizikához, azok megjelennének. Egy olyasmi történetben, mint amilyen, az akkor még csak könyvformájában létező kapcsolat volt, amit azonban már szintén akkor elkezdtek azon dolgozni, hogy majd abból egyszer legyen egy film is, ami aztán végül ugye 97-ben jött ki, ha jól emlékszem. Tehát Carl Sagan halála után jött már ki, de hát ő is ugye nagyon részt vett a dolgozásban, és akkor az volt az ötlet, hogy kéne egy ilyet csinálni először egy forgatókönyvet, tehát ez is végül is ezt is a Carl Sagan hozta össze, és akkor megírták ezt a forgatókönyvet, és ez 2000, 2000 es évek elejére már lassan haladt a dolog, de hát azért összeállt valami történet, és egyébként meg is környékezték Steven Spielberg-et, aki 2006-ban érdeklődését fejezte ki, és az volt, hogy ugye ő, eleleti tervek szerint ő rendezte volna meg ezt a sztorit. Aztán ugye máshogy alakultak a dolgok, most és akkor végül, aztán így jött be egyébként Christopher Nolan, és Jonathan Nolan egyébként a, 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 a Tesója, gondolom, aki a, aki a forgatókönyvíró volt. Igen. Az eredeti forgatókönyvírója. És akkor így szépen lassan átkerült a projekt a Christopher Nolanhez. De nagyon érdekel, hogy például a Spielberg az, az mit hozott volna ki ugyanebből a témából. Valami teljesen mást szerintem. Egy nagyon rövid szünet után elővesszük a gumilepedőt, hogy spagettizálódjunk, és kiderül, hogy Kip Thor mennyire tolta ki a tudomány határait Nolan kedvéért. Maradjatok velünk, azonnal folytatjuk. Ha hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikus mély szívesen lépsz be a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk és segíts te is az ismeret terjesztést. Látogass el a patreon.com per Parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis Podcast legújabb részét. Patreon.com per Parallaxis. Számtalan parallaxisban, de dokumentumfilmek tucatjaiban került már elő a gumilepedő a gravitáció hatásának szemléltetésére. Ebben a filmben pedig a megjelenést, főleg ami a fekete lyukat illeti, a tökére fejlesztették. Ezen a gargantuának keresztelt gravitációs kúton keresztül pendítik meg szereplőink az idő és a térdimenzió kúrjait. Hogy milyen jó, hogy nem a Michio Kaku lett a filmnek a tudományos szakértője, mert ugye az ő fő, fő elmélete a fekete lyukaknál ugye az a spagettizálódás, eset, minden elnyúlik, mint a spagetti, most ilyen nagy vonalakban mondom, de szegény ö, ö, főszereplőnk az így <laughs> spagettizálódott volna, és akkor nem lett volna semmi ilyen könyves porcos dolog. Igen, hogy az nem csak a kakuat, hát az ember ugye elvileg ugye tényleg spagettizálódna, Viszont ugye itt valami csuda dolog történik, mert hogy a spagetti, egyébként, na akkor nézzük meg először is, hogy mondhat, hogy, hogy próbálj, próbáljuk meg megoldani gumilepedő nélkül, ugye nyilván. A spagettizálódás ugye tulajdonképpen az, amikor lábbal előre zuhansz bele a fekete lyukba, a lábadat nagyobb gravitációs erő éri, mint a fejed, és ahogy nő, ez az erő úgy húz szét, úgymond spagettizál téged a gravitáció, még végül az atomjaid is szétválnak egymástól. Ez így van. Na most természetesen ez mindig igaz, tehát ez jelen pillanatban is, ha fölállunk, akkor természetesen igaz, hogy a lábunkat jobban vonza a Föld, mint a fejünket, hiszen ugye természetesen a gravitáció az olyan, hogy a középponttól távolodva a távolság négyzetével csökken az gravitációs ez már Newtonnál is így van, persze itt sincs másképp, tehát a spagettizálódás megértéséhez ugye igazából csak arról van szó, ahhoz nem kell, nem kell tulajdonképpen általános relativitás elmélet. Ugye egyszerűen arról van szó, hogy mennyit változik az adott cuccnak a méret skáláján belül az, hogy, hogy mekkora a gravitációs erő különbsége. Tehát mondjuk úgy mond a, 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 talpad meg a fejed között. Nyilván, hogyha például egy akkora objektum lennél, és akkor csak rákötök rá arra, amit a moonfall már beszéltünk, a Ross Limit, emlékszel, hogy, hogy, ugye arról volt szó, hogy például, hogyha a hold az túl közel kerülne a Földhöz, akkor úgy, az mond az árapályerők szanaszéjel szakítanák, hiszen ugye a, a, a hold az egy olyan nagy jószág, hogyha már olyan közel behoznád, hogy mondjuk, mit tudom én, 40 ezer kilométerre sacper kb. behoznád a Földhöz, akkor olyan nagy lenne már a, a két végek közti gravitációs vonzóerő különbség, tehát ez, a, ami a két vége között hat, hogy, hogy, hogy azt már a szakító szilárdsága nem bírná ki, és ugye úgymond szétszakadna az egész hold. Most nyilván ahhoz, hogy ez egy ember méretű tartomány, tehát nyilván a hold az ugye marha nagyám, ugye, mit tudom én, ez a hold félbevágott, letakarja Európa nagy részét, tehát a hold az nagy, és tehát képest egy ember az mondjuk kicsi, egy-két méteres, tehát akkor ugye az van, hogy olyan mértékben közel legyél ahhoz a gravitációs pontforráshoz, hogy széjjel szakadj, tehát hogy már a gravitációs erős különbség olyan nagy legyen, hogy már egy-két méteres távolságon belül akkor a különbségek legyenek, amelyeknek nem bírnak a minket összetartó atomi vonzóerők molekuláris vonzóerők ellen tartani, tehát maga szétszakítanák, ahhoz ugye nagyon közel kell valamihez jutni. A, nyilvánvaló, hogy a feketejük esetében ez lehetséges, hiszen elvileg az ott a, a, az olyan, ugye nyilván a Föld esetében nem tudunk, hi, hiába messziről nézve a Föld úgy viselkedik, mint egy tömegpont, mint egy pontforrás, tehát valójában ez egy gömb, nem tudunk közel jutni hozzá annyira, hogy ez a hatás érvényes legyen. A fekete lyuk, sőt, még talán, ha egy neutron lenne, ami néhány kilométeres, még akkor sem. Tehát én a, talán, most ezt nem számoltam ki, de hogyha annak a felszínére állnék, ami a, tehát azt jelenti, hogy már jó közel vagyok ahhoz a úgymond szingularitáshoz, ahol a gravitációs vonzás úgymond vagyis hát ugye pont ez a spagettizálódó hatás, ugye nyilván annál nagyobb, minél inkább közel kerülök ehhez a középponthoz, a tömegponthoz. Még egy neutron csillag se lenne hozzá elég. A fekete, lyuk, a fekete, lyuknak is a belsejébe kell menni ahhoz, hogy a spagettizálódás megtörténjen. Ami azt jelenti, hogy ugye van, azt megtanultuk már, meg ezernyi parallaxis adásban elmeséltük, hogy van ez az esemény Horizon nevű felület, ami ugye egy nem forgó fekete lyuk esetében egy gömb, ha forog a fekete akkor, akkor, lapulhat, de, de, mondjuk egy nem forgó fekete esetében ez egy gömb alakú tartomány, amin belülről már nem tud kiszökni a fény. Na most a spagettizálódási határ az bőven azon belül van. Tehát annyi jó dolog van, hogyha kívülről nézzük azt, hogy a barátunk belepottyan a fekete akkor nem fogjuk látni ezt a horror sót. Tehát amikor az ember éppen átlépi az eseményhorizontot, akkor jó közelítés. nagyon valószínű, hogy egyébként semmi extrát nem vesz észre. ez, megszokta meg szokta lepni az embereket, de, de igaz, hogyha megnézed, hogy amikor keresztül mész az eseményhorizonton, akkor tulajdonképpen nem érzel semmi különöst, még bőven-bőven menned kell tovább ahhoz, hogy elkezd érezni, hogy ajjaj, mint hogyha, így, mint hogyha húznának engem szét mint valami középkori kínzó és akkor jön utána a spagettizálódás, de akkor már ben vagy. Akkor és akkor nyilván, és, és igen, és, 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 mivel, hogy ugye itt, itt, itt oldja meg a dolgot ez, a, ez az ötlete kiptornak, hogy valójában nem tudjuk, hogy mi van oda bent. Tehát most ezt még gondoljuk, hogy spagettizálódunk, de valójában persze nem tudhatjuk, hogy mi van az esemény horizonton belül, és akkor ő oda betesz valami, hát teljesen fikciós jellegű, csodát, ami annyiban azonban nem tudománytalan, hogy valóban egy olyan helyre teszi ezt, ahol nem tudjuk, hogy mi van. Tehát mi csak azt gondolhatjuk, hogy mi történik oda de, de, persze ott az a feloldása a dolognak. Ugye a legvégén, amikor a főhős, meg ez a robotja neki, ez a szerkezet, ők konkrétan belepottyannak a gargantuánnak, ennek a fekete lyuknak az eseményhorizontján belőre. Ott ugye honnan már nincs visszaút de akkor ott mégiscsak van visszaút, mert oda bent megtalálnak valami olyan csudadolgot, kide, amiről kiderül, hogy egy a kvantumgravitációt megfejtő szupercivilizáció már oda berakta nekik szépen, és akkor valahogy ez lehetőséget jut nekik arra, hogy hogy ezeken a bránokon, vagy micsodán keresztül, amiről majd biztos beszélünk, mert nem húzhatjuk meg, azokon keresztül információt küldjenek át. És akkor te most Mégis. már itt a hiperkockáról beszélsz-e? Igen. Jó, oké. Okay. Cesserakt, igen, de akkor Cesszerakt. ez igen, hiperkocka <laughs> hiperkocka. Az egy hiperkocka magyarul. Hiperkocka, az egy hiperkocka. Igen. Ez egy hiperkocka, így van, így van. Amiről ugye nem tudjuk mi, de azt tudjuk a filmből egyértelműen, hogy az valami mesterséges tudsz. Igen, igen, ezt ugye pont, hogy a robotjának el is mondja ugye a főszereplő, hogy hogy az emberek által épített, hát nem mondja ki, azt hiszem nem mondja ki konkrétan, hogy emberek által, de hogy egy fejlett civilizáció által épített, az csak sejteni lehet, hogy talán, talán az ember. Mm -hmm. És, és valóban, valóban tényleg ez tűnik megfejtésnek, mert ha jól gondoljuk ezt az egész érdekességet, ugye végül is az a megfejtése az egésznek, hogy? Most, most valahogy a storyline-t megpróbálom rekonstruálni, és aztán javítsatok ki. De hát kiderül, hogy emberek nem, Persze, amíg igen, nem ez is az... hangzik. Én is azt hiszem, hogy kiderül, tehát az elején akkor még ott nem, ne, nincs kimondva, csak az, hogy ez egy fejlett civilizáció csinálta, ezt mondja a robotjának, és ugye nyilván utána kiderül, hogy emberek. Ugye a filmben az van, először is utólag megtudjuk, hogy volt egy három, három űrhajósból álló küldetés. Na, először is valamikor megjelent a Szaturnusz közelében egy féregjuk bejárat, igaz? Igen. Nagyjából a Szaturnusz távolságában Egyszer csak ismeretlen okok miatt megjelent egy ilyen valami. Most akkor picit talán érdemes beszélni arról, hogy mi a bubánat volna ez. Ugye ezek olyan egyébként instabilnak tűnő megoldásai a téridő görbülete és a benne levő anyagmennyiség kapcsolatát leíró Einstein egyenleteknek, amik olyanféle járatok, amelyek ugye a téridő távoli pontjait kötik össze. Hát, hogyha ott vagyunk, ugye a jó kis, hogy hívják nál, a gumilepedős hasonlatnál, akkor ugye ezek az ilyen csövek, amik a gumilepedő két távoli pontjait összekötik, féregjáratok, Einstein, Rosen, híd, ugye ilyesmi neveket is illetik ezeket a konstrukciókat. Tehát egy ilyennek a, ilyennek a bejárata valahogy feltűnik. És ho, hova vezet ez a féregjárat? Egy, egy fekete lyukhoz, ami körül kering, Három vagy négy bolygó. Ugye? Vagy több bolygó, de abból háromról kiderül, hogy potenciálisan lakható. És az van egy Mann nevű fickónak a bolygója, meg egy Miller nevű űrhajósnak a bolygója, meg van egy harmadik, akinek a neve valami E betűvel kezdődő Edmondsnak a bolygója. Ugye? És, és, a három űrhajós, akik ugye nem a főszereplője a filmnek, csak ugye elbeszélésekből tudjuk, hogy ez történt, ők ezek egyesével felderítették ezeket a bolygókat, és az egyiküktől a féregjukon keresztül jött vissza olyan információ, hogy az ő bolygója lakható. És akkor emiatt ugye indul a következő expedíció, ami szintén keresztül megy ezen és akkor meglátogatják ezeket a bolygókat. Később kiderül, hogy amúgy rohadtul nem lakható az sem, csak a csávókám azért küldte ezt az üzenetet, hogy hát ha majd ekkora az emberek utána mennek, hogy kiszabadítsák, vagy valami, mert ő ugye már nem tud onnan visszajönni. De a lényeg az, hogy ezek a bolygók nem egy sima naprendszerben keringenek, hanem egy fekete lyuk körül, mégpedig elég közel annak az esemény horizontjához. Ezekre a bolygókra azért mentek a felderítők, hogy kiderüljön, lakható-e. De tulajdonképpen ki szeretne lakni egy fekete Igen. lyuk közelében? Igen, erre mondtam, hogy annyira nem lehet rossz hely az a föld, tehát hogy most komolyan. De őszintén szólva, amikor megnéztem a filmet, akkor az első dolgom volt, mert ugye nagyon gyanús volt, hogy a három bolygó közül van az egyik, ami a legközelebb kering, ami talán a Miller bolygója, vagy a Mann bolygója, nem tudom, mindig összekeverem. Szóval a lényeg hogy az egyik bolygó, ami iszonyatosan közel kering a fekete lyukhoz, olyannyira, hogy minden óra, amit annak a felületén töltenek, vagy annak a bolygónak a távolságában a fekete lyuk körül töltenek, minden óra az 7 évnek felel meg a fekete lyuktól távol. Ez itt a, ugye a gravitációs idődilatációnak a, a dolga, vagyis gravitációs vörös eltolódás, ugye ez pontosan ugyanaz, amitől perce fekete a fekete lyuk is. Hát ezt a sztori úgy is el lehet mondani, hogyha valami, mondjuk fényjelet küld ki, akkor, és, és közelít a fekete lyukhoz, ugye értelmszerűen, akkor ott egyre inkább, ahogy közeledik, ugye egyre nagyobb gravitációs vonzás lép fel. De ez azt is jelenti, hogy innen nézve az ő vonatkoztatási rendszerében, rendszer az lelassul, emiatt történik az, hogy az ennek megfelelően a ki által kibocsátott fény, hát az nem lelassul ugye értelmszerűen, hanem viszont a hullám megnő, tehát akkor egyre vörösebbé válik, aztán befeketül, amikor már eléri az eseményhorizontot. De a lényeg az, hogy ugyanez persze nem csak a fényjelekre érvényes, ez az úgymond belassulás az egymást követő fény hullámcsúcsokra, hanem persze bármiféle időjelre is, tehát hogyha egyenletes pityegéseket küldene ki ez az ember, aki közelíti az eseményhorizontot, akkor egyre inkább azt, hogy közelíti az eseményhorizontot, egyre inkább azt vennénk észre, hogy egyre ritkábban érkeznek az általa rádión kiküldött jelek. Miközben ő ebből persze nem venne semmit észre, csak az ő vonatkoztatási rendszere innen nézve olyan, hogy belassul az ő ideje, innen nézve ami tehát azt jelenti, hogy ketten leereszkednek erre a bolygóra, ami ennyire közel kering a fekete hogy olyan mértékben van eltolódva az idő, hogy, hogy egy óra a távoli űrhajó fedélzetén, vagyis nem, egy óra a leszálló űrhajó fedélzetén, ez a távoli űrhajó fedezeté 7 évnek felel meg. Aztán egyébként még késnek is egy-két órát, hogy összességében valami 23 évnyit még késnek pluszban, mikor visszajönnek erről a bolygóról. Most akkor persze az első dolgom volt, hogy, hogy az olyan gyanúsnak tűnt azért, hogy egy bolygó kerülhet ennyire közel egy fekete lyukhoz, anélkül, hogy úgymond szétspagettizálódna, mint a hold, tehát nem az, hogy mint az ember, hanem egy bolygó, azért mégiscsak egy bolygó, és most beszéltük meg ugye, hogy a hold is szétszakadna, hogyha jó közel jönne a Földhöz. Most képzeljük el, hogy ahhoz, hogy egy fekete lyuk körül keringő bolygó ekkora idődilatációt szenvedjen, hogy egy óra itt az, vagy igen, hogy egy óra ott az hét év itt, ugye? Hát az egy óriási idődél, tehát jó, akkor annak nagyon közel kell keringenie az eseményhorizonthoz. A kérdés az, hogy akkor vagy a túróban van, hogy ez a bolygó nem szakad szét. És akkor persze a képlet, ami nekem volt, az arra vonatkozott, hogy a feketejük nem forog. Azt én gyorsan behelyettesítettem, és kiderült, hogy, hogy természetesen ez hülyeség, ilyen bolygó nem maradhat egybe a kiptorn csinált egy hibát. Na persze, aztán a kiptornak erre is van dumája, hát ő nem lenne a kiptorn, hogyha nem lenne egy dumája, úgyhogy ebbe a Science of interstellar ezt is kimagyarázza azzal, hogyha az a fekete lyuk az annyira rettenetesen gyorsan forog, hogy nem tudom, hány trillió fordulatot tesz másodpercenként, na akkor megoldható. De egyébként ez fordítva volt, tehát a Nolan mondta neki, hogy, hogy ekkora idő dilatáció kéne, és akkor erre mondta a kitart, hogy nem ezt nem lehet megcsinálni. Sajnos nincs az az Isten, és akkor mondta azt az érvet, amit én is mondtam. De azt mondta, hogy már pedig ezt így kell csinálni, és akkor ahogy ez lenni szokott, ugye a kipton hazament gondolkozni, és mondta, hogy hát tulajdonképpen, hogyha a feketejük ennyire rohadt gyorsan forog, ami amúgy lehet, hogy teljesen irreális, mert én annak is van egy felső határa, hogy teszem hozzá én, de mindegy, ezt ő biztos jobban tudja, mennyire forog gyorsan egy fekete lyuk. De a lényeg az, hogy azt mondja, hogy ezzel így összességében kijön a matek. Nem értem az összefüggést, hogy a fekete lyuk forgásának gyorsasága hogy függ össze azzal, hogy a bolygó nem szakad szét? Ugye arról szólt az állítás, hogy, hogy milyen közel kering az eseményhorizonthoz. Viszont hogyha forog a fekete lyuk, akkor az eseményhorizont az nem gömb alakú, hanem egy, han, hanem egy ki, kidomborodó forgási elipszoid. És akkor viszont annyiból érdekes a dolog, hogy ott viszont ö, túlél, ak akkor viszont olyanért ahhoz meg már elég messze van, hogy, hogy a bolygó ne szakadjon szanaszéjjel. Viszont egyébként, ha túl gyorsan forogna a fekete lyuk, akkor tulajdonképpen az eseményhorizont az annyira kitágulna, hogy meglátnánk a kopasz szingularitást, mert hogy tulajdonképpen akkor már minden bekerülne az eseményhorizonton belőle, hogyha tovább viszed a gondolatot, ugye van egy olyan gyors forgatás, ami viszont azt jelenti, hogy, hogy valószínűleg ebből mondják egyesek, hogy mivel van ilyen, hogy a kopassági elf, hogy valószínűleg az univerzumban nem tűri meg, hogy legyenek kopasz singularitások. <laughs> Emiatt valószínűleg nem foroghat olyan gyorsan a fekete lyuk. Egyébként. De ő még úgy számolta, hogy ez a pár trillió fordulat másodpercenként, ami kell ahhoz, hogy azt lássuk, ami a filmben van, az hát az még belefér, mondja ő. De hát mondom, ez már kicsit erőltetett, azért lássuk be. Na mindegy, meghagyjuk ezt neki. No, Nobel-díjas fizikusokkal, no fizikáról, ami az ő szakterülete, miközben ugye nem értünk hozzá, nem érdemes vitatkozni. Nehéz, nehéz, nehéz. Bevallom, hogy ilyenkor a tekintélyelv az nálam mégiscsak nyomalatban. Hiába szeret, szeret az ember úgy csinálni, hogy nem. <laughs> És itt az elmaradhatatlan kérdés. Szerintetek melyik volt a legtudománytalanabb momentuma a filmnek? jön a kedvenc kérdésem, és most végre rendesen meg tudom válaszolni. De én egy, egy, nagyon, hát majdnem azt mondom, hogy blödséget fogok felhozni, aztán majd persze a mezőgazdászok jó kiabíthatnak, de őszinte leszek, tehát nekem az akkori tudományos tudásommal, ugye nyilván, Uh, igazából kettő, az egyik az egy nagyon apró, inkább nüansz, és az nem is, hát mégis tudománytalan beszél, nevezhetjük annak. A, a murphy a, ugye volt egy kisfiú, akiről tudjuk, hogy meghalt az éhénységben, és utána egy másik kisfiú is született, és olyan szerencsétlen uh, színész választást csináltak, ami lehet, hogy ez a na valakinek a valakiének a valakiének a gyereke, aki egy ilyen kis tök duci kisfiú volt, és nekem az annyira hát úgymond tájidegenül hatott, hogy most éhénység van, és akkor ott van egy ilyen kis elhízott kis amerikai kisfiú. Tehát mondom, jó, ez biztos a valakinek a valakie. Na mindegy, nem bántjuk, nem tehet róla. Viszont nekem, a, ami, ami úgy, úgy szúrta a szememet, az, az pont a kukorica. Ugyanis a kukoricára jól ugye láttuk persze, hogy nem nő, de ők mégis a kukorica termesztéssel foglalkoztak, és ugye ott többször is el volt mondva a filmben, hogy, hogy hú, mert hogy az ott milyen jó, mert az ott mindent kibír. A kukoricával kettő probléma van. Egy, amit szerintem minden gyerek tud, a kukorica az gyakorlatilag nulla tápanyagforrás. Nyilván magából aztán lehet a lisztjéből kenyeret sütni, ami már az, de ugye magát a kukoricát, ha megeszed úgy magába, akkor azt tudod, hogy az úgy, ahogy van, átmegy a szervezeteden, és kijön a a másik maga a kukorica az az egyik legigényesebb ö, növény. Tehát a, a kukoricáról azt kell tudni, hogy például olyan szinten kiszívja a talajt, hogy utána ott jó pár évig mást, ha akarnál, sem tudnál termeszteni. Én, én ezt olyan szinten meg tudom mondani, hogy nálunk volt egy kb. két négyzetméteren hosszú éveken keresztül kukorica termesztve, és utána képzeljétek el, hogy még a fü füserőt ki, tehát próbáltunk fümögöt ültetni arra a helyre, és még füvesíteni se tudtunk, annyira ö, elmentek ugye a talajból a különböző, tehát kálciumtól elkezdve minden. Na, Claudia meg is fejtette a filmet. Mindenhová Na, idióta kukoricát vetettek, az kiszívta a talajból a tápanyagokat és a nedvességet, ettől por lett a szélviharokból pedig porviharok lettek. Na, hát örülök neki. Te vagy a koponya köztünk, Lau. De ennyi, köszönöm szépen, tehát ez itt, ez itt nekem tökéletes lezárás, kész, megfejtettem a filmet. Miki, te jössz. Legtudománytalanabb rész. Hát ugye sokáig ezt mondtam, aztán most elolvastam a Kipton verzióját erről a dologról, akkor onnantól már nem tudománytalan minden, minden, ami az eseményhorizonton belül történik, az ugye olyan értelemben tudománytalan, hogy, hogy, ugye ez érdekes maga, Kiptorn is megkülönbözteti ebben az ominózus könyvben, elkülönít és jelöli is becsületes módon az elején azokat a fejezeteket, amik olyan tudományt tárgyalnak, ami tuti, aztán olyanokat, ami ilyen educated guess, vagyis olyan, hogy nagy, nagy valószínűséggel igaz, vagy, vagy olyasmi, ami elég jó eséllyel igaz, csak még nem tudjuk úgymond igazolni kísérletileg, és van a harmadik, ami ugyan nem mond ellent az ismert tudásnak, de teljesen vagy spekuláció. Most teljesen van, be kell, hogy mondjam, hogy ennél rosszabbat nem találok, tehát ilyen értelemben tudománytalan dolgot nem találok, hogy a vagy spekuláció sem tudománytalan ilyen értelemben ebben a filmben. Tehát az vagy spekuláció nyilván, hogy mi történik az, az eseményhorizonton belül, hogy egyáltalán, hogy hogyan küld üzenetet, ez végül is a, a az izé a, lányának. Hát ugye itt az a koncepció, hogy vannak ilyen párhuzamos világegyetemek, ugye, amik gyakorlatilag úgy képzelhetők el, mint ilyen bránok lennének, amikor, mint, mint hogyha a párhuzamos gumilepedők, hogy, 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 hogy tulajdonképpen a feketők az át, átvisz valamiféle párhuzamos gumilepedőre ebben a ebben a nagyon-nagyon spekulatív elméletben, ám de a gumilepedők között mégis létezik valamiféle kölcsönhatás, mégpedig gravitációs kölcsönhatás. Ez teljesen vagy spekuláció ilyen értelemben, tehát még egyszer azt se tudjuk, hogy léteznek ilyenek, meg azt se tudjuk, hogy az őket elválasztó, ha úgy tetszik, hipertérben milyen kölcsönhatások vannak, amik a különböző gumilepedők között olyan kapcsolatot tudnak te teremteni, hogy az egyikről lehet információt küldeni, és mondjuk könyveket leverni a másik membránon levő könyves polcról, ugye, vagy morzajeleket átküldeni, vagy bármiféle egyéb információt, amivel végül úgy aztán a tudást átküldik. Ugye, mert ez a film megoldása, hogy a apuka beesik a fekete lyukba, ám de azért ott találkozik a hiperkockával, vagy micsodával, és végül is információt tud átküldeni valamilyen módon a párhuzamos világba. Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy a mi világegyetemünkön belül a fekete lyukból nem jöhet ki érdemi információ, de ezzel olyan megoldást nyer a történet, hogy az a fekete lyuk, az valójában, ha úgy tetszik, ha jól értem, az nem is egy fekete lyuk, hanem tulajdonképp, vagy de, csak közben egy másik, másik ilyen, másik gumilepedőre, másik párhuzamos gumilepedőre átvezető valamiféle einstein rosen híd, és akkor ott azon keresztül, a hipertéren keresztül tud információt küldeni a szomszéd membránra ami teljesen spekulatív, hiszen egyáltalán nem tud, ez csak egy elmélet, hogy léteznek, és az is csak egy elmélet, hogy, hogy az Einstein féle leírás, azért, például a gravitációs hullámok, azok olyasmik, amik ebben a hipertér, vagy akárhogy nevezzük, közegben is tudnak terjedni. Ami még egyszer a világegyetemünkön kívül van, ilyen értelemben nevezhető tudománytalannak, olyan értelemben mégse nevezhető tudománytalannak, hogy expliciten nem mond ellen semmi olyasminek, amit tudunk. Nekem az az egyik kedvenc elméletem, hogy az ősrobbanás az, amikor két brán összeütközik és megszületik egy új univerzum. Wow. Nem pontosan értem, hogy amikor a film végén Cooper a hiperkockában volt, miért lögdöste a könyveket. Mit, mit üzent ezzel? Megüzente neki a kvantumgravitáció elméletét. Igen, tehát valahogy mert ugye... az óráján keresztül, amikkel, amikkel, aztán az emberiség ö, olyan tudásra tetszert, ami lehetővé tette a faj túlélését, például a, talán az ide-oda utazást is, mert aztán a végén értem egy a lánya, vagy mit tudom én, micsoda, tehát valahogy végül is itt a bránok közti utazás, vagy információ, vagy, vagy anyag átvitel lehetősége is felgöngyölítődik, meg a korlátlan korlátlan kozmikus civilizációvá válás. Mert hogy a kozmikus tudás tudójává vált az emberiség, amit most visszaküldött az emberiségnek, amivel az emberiség a kozmikus tudás tudójává vált, és így tovább. Ez is egy időparadoxon, nem? Hát én... De, hogyha elmondjuk, elfogadjuk azt, hogyha azok is emberek voltak, akik ezt a hiperkockát csinálták, meg ezt a tudást, meg akik oda tették eleve a Saturnushoz ezt a bejáratot, akkor ez egy paradoxon, igen. Én nem tudom, majd a Klau ezt is megfejti. Nem, én annyit akartam ehhez fű, fűződően mondani, hogy tulajdonképpen ez a saját értelmezésem végül is, de abból, amit most itt Miklós kifejtettél, teljesen megállja a helyét, hogy ugye egy olyan üzenetet küldött vissza, egyrészt nyilván tudjuk, hogy a Mörfnek volt egy személyes üzenet ugye a könyveknek a ledobálásával, hogy nem menj, oké, okay. de ugye egy olyan üzenetet küldött vissza, amit az emberek megfejtve, lehetővé váltak, vagy lehetővé tette azt az emberek számára, hogy újfajta technológiát építsenek, és ugye ezáltal építették meg a magát ezt a hiperkockát, szóval, ha ezt nem teszi meg, akkor nem épül meg a hiperkocka. Tehát igen, ez egy paradoxon. Ez a film tele van időparadoxonokkal. Mondom, hogy ez a méltó folytatása a 2001 gyűrű csak nem hiszed el nekem. Csodálatos, a műsor végére kiderül, hogy ez egy jó film. Kiderül, hogy ez egy jó film. Hát ezt eddig is tudtuk. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de amilyen nehéz ez a film, olyan nehéz is erről beszélni, de mivel véget ért a műsorunk, nem is kell a filmről többet beszélni. Sok a paradoxon, főleg aki nem szakma belé. Hogy meghívjuk Kip és megkérdezzük tőle, hogy mégis mennyi, hogy gondolja ezt, hogy hogy forog a fekete lyuk, és különben is kiengedte meg ezt az egészet. <laughs> Na akkor szerintem ráállunk egy Kipton interjú szervezésére, mert számtalan kérdésem lenne. Van viszont egy másik Nobel-díjas fizikus, Brian Schmidt, akit a táguló világegyetemmel kapcsolatos kutatásai elismeréseként fizikai Nobel-díjal tüntettek ki 2011-ben. Június 26-án ő lesz a Parallaxis évazáró dupla epizódjának egyik vendége, de a Patreon oldalunkon már megtekinthető a vele beszélgetés vágatlanul magyar felirattal, illetve ugyancsak patronálóink számára már elérhető a július 7-én induló Vágyszem podcastünk első adása is, amelyben az 1984-es az utolsó Csillagharcos című alkotást beszéljük ki. Ha szeretett podcastjeinket légy a támogatónk és hallgassd a Parallaxis Univerzum műsorait a nyilvános premierek előtt. Parallaxis a legközelebb június 9-én jelentkezünk, akkor a Ne Nézz Fel című tavaly bemutató szatirikus skifi katasztrófa filmet vizsgáljuk majd tudományos szempontból. Addig is Ivan is Claudia Klaudia és Vince Miklós nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet, további kellemes podcast hallgatást kívánok és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol Ébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.